Véget ért a munkácsi kiállítás, a mérleg minden tekintetben pozitív. Helyi termelőket támogat a Sághegy Térsége Turisztikai Egyesület. Megdőlt az országos maximum hőmérsékleti rekord. Új darabbal debütált a Soltis Lajos Színház. Celi siker országos drift bajnokságon. Eskült Roland másodszor is teljesítette a nagyatádi triatlon versenyt. Jó napot kívánok! Július 30-ával bezárt a munkácsi kiállítás Celdömölkön. A világhírű festményeket 3 hónap alatt több mint 8500-an tekintették meg. Július 30-án éjfélkor zárt be a művelődési központban a munkácsi kiállítás. A nyitás óta hagyománnyá vált, hogy minden 2000. vendéget ajándékcsomaggal lepett meg a városvezetés. A zárást megelőző napon a 8000. vendég is megérkezett a kiállító helyre. Németh László és felesége, Némethné Nagy Éva celdömölki lakosként vették át a meglepetés csomagot Fehér László polgármestertől. Örültünk, mikor megtudtuk, hogy ez a munkácsi tálat Celdömölk városába ideérkezik. Igaz, hogy most már tényleg a vége felé járunk, hogy ezt meg lehetett tekinteni, de semmiféleképpen nem szerettük volna kihagyni ezt a tálat megtekintését. Nagyon jó volt a tálatvezetés, tényleg nagyon szakszerűen és élvezetes volt hallgatni, amit elmondtak a képekről. Július 30-án, az zárónapon nagy volt a mozgás a művelődési központban. Egy nap alatt közel 600-an váltottak jegyet a kiállításra, amire az elmúlt 3 hónapban nem volt példa. Összesen 8565-en látták a Pák gyűjteményből való 20 munkácsi képet, ami egy kisváros tekintetében jónak mondható, hiszen a gyakorlat szerint a nagyobb városokban a település lélekszámának 15-20%-a nézi meg a kiállítást. A mérleg minden tekintetben pozitív irányba billent. Most már bátran mondhatom, hogy a mai utolsó napon ez minden várakozást felülmúlt, hiszen közel 600 jegy lett eladva, hogy töltsön egy éjszakát a munkácsival. Ez egy nagyon sikeres elképzelése volt a városvezetésnek, a kultúrház vezetésének, és nagyon örülök, hiszen így közel egy 8600-8700 ember nézte meg. Hát így a számokba belenézünk, ez azt jelenteni, mintha egy 100 000 lakosú városba körülbelül 70 000 ember elment volna, és hát ezt meg is köszönték a munkácsi kuratóriumnak a vezetői, hogy le a kalappal, hiszen ehhez azért egy elég komoly összefogás, egy reklám, egy PR kellett, folyamatosan szerepeltünk médiába, felhívásokba, plakátokat eljuttattunk a környező városokba, az üdülő területekre, illetve hát Szombathelyen is folyamatosan ment a rádióba, tévébe a hirdetés. Én úgy gondolom megérte, hiszen nagyon sok vállalkozó is elmondta, hogy Celdömölkön akár a cukrászdáknak, kávéháznak, éttermeknek is megnövekedett a vendégforgalma, és ez jót tett a Vulkánparknak is, hiszen így a kettőt együtt összekapcsolva sokan megnézték. Én meg szeretném köszönni mindenkinek a munkáját ebbe a nagy összefogásba, hiszen nagyon sokan vállaltak társadalmi munkába, tárlatvezetést, pedagógus kollégák, az önkormányzati hivatal dolgozói, a könyvtárkultúrház dolgozói, hogy két helyen dolgoztak, és hát természetesen a szervező munkában nagyon sokan kivették a részüket. Ha ők nem lettek volna, biztos, hogy ez sokkal nehezebben vagy költségesebben lett volna megoldva, és hát természetesen a vidékieknek, a celdömölkieknek is köszönjük. A kiállítás a 3 hónap alatt a celdömölkiek szívéhez nőtt. A feltételeknek rövid időn belül kellett eleget tenni, míg nem a Bordó Szalonnál átalakított galéria munkácsihoz illő lett. A galéria egy bensőségesebb állapotba került, a munkácsi festményekhez illeszkedő nagyon szép bordó színben kerültek felújításra a falazatok. Egy kellemes hűtést kapott a terem, ami a festmények szempontjából elengedhetetlen. És az egész megjelenéséből egy galériaszerű, egy igazi bemutató teremmé vált. Úgy gondolom, hogy ez okot is ad arra, hogy abba gondolkozzunk, hogy a későbbiekben ezt a tárlat kialakítást folytathassuk. Igaz, hogy a magyar festők közül Munkácsi a legvilághíresebb, de a magyar képzőművészet számtalan olyan nagy festővel, művésszel rendelkezik, akinek a műveiből érdemes kiállítást szervezni, és arra gondolunk, hogy a jövő évünk arról lesz híres, hogy 35 éves a város. Úgy gondolom, hogy méltóvá tehetnénk ennek az ünneplését egy újabb, és egyelőre még titokban tartott kiállítás újra megszervezésével.
A záróestén a városvezetés köszönetet mondott mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak a kiállítás sikerességéhez. Az előkészítésben és a lebonyolításban közel 80-an vettek részt. Azt gondolom, hogy a városnak és az intézménynek is a legsikeresebb kulturális vállalkozása ebben az évben a Munkácsi kiállítás megrendezése. 3,5 hónappal ezelőtt, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy megrendezhetjük ezt a kiállítást, akkor számos olyan feladat vetődött fel, amit sürgősen meg kellett oldani. Közel 80 ember dolgozott itt az elmúlt 3 hónapban, tárlatot vezetett, felügyelte a kiállítást, működtette a jegypénztárt, a filmvetítést, gondoskodott a kiállítás és a látogatók biztonságáról. Ez egy nagyon-nagyon szép összefogásnak az eredménye. Egy kulturális intézménynek, egy művelődési központnak egy ilyen feladatot megkapni, majd utána ezeknek a feladatoknak és elvárásoknak megfelelni egy csodálatos szakmai kihívás. Este 10 óra után is zajlott az élet az intézményben. Minden 5. látogató ajándékot kapott a belépő jegye mellé. Az éjjeli nyitvatartás meghozta a kedvet a tárlatlátogatáshoz, volt, aki munkából sietett a kiállításra. A fotók, amiket láttam régebben, például könyvekben, nem adták vissza azt az élethű formát és motivumokat, amiket itt lehet megnézni. Mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el, mert gyönyörűek ezek a festmények. Számomra az is új volt, hogy meg lehetett nézni egy órás vetítésben Munkácsi életét, és olyanok derültek ki, amiket nem is tudtam. Ajánlom mindenkinek, mert nagyon sok újdonságot és látványvilágot tapasztalhat itt meg mindenki. És miért az utolsó napra hagytad a látogatást? Ez nagyon vicces, mert csak poénból jöttünk el a munkatársaimmal. Így jött, szerencsés voltam, mert még ajándékot is kaptam, és örülök, hogy itt lehettem, és láthattam ezt a gyönyörű kiállítást. Az utolsó helybeli látogató egy fiatal pár, Balog Mónika és Horváth Dániel, az utolsó vitéki vendég pedig a Sárvári Póca Imre volt. A celldömölki Hajnal Sándorné, Vermes Attila, Fígel Judit és partnere szintén az utolsók között érkezett, mint ahogy a szombathelyi 11 éves Németh László. Az ünnepélyes záróesten éjfélkor lekapcsolódtak a fények, és bezárult a kiállítás. Minőség, hagyomány, maradandó értékek címmel műhely találkozót szervezett július 30-án a Pannon helyi termékklaszter és a Sághegy térsége turisztikai egyesület. A fórumra helyi és környékbeli termelőket, kézműveseket vártak. A klaszter, a Sághegy térsége turisztikai egyesület és a termelők közötti együttműködés lehetőségeiről esett szó azon a műhely találkozón, melyre a helyi őstermelőket, kistermelőket és a környékbeli vállalkozókat várták elsősorban. A klaszter egyre divatosabb fogalommá válik napjainkban, fogalmazott Inzsör Renáta, a Pannon helyi termékklaszter menedzsere. Elmondta, hogy a 2005-ben létrejött Pannon helyi termék non-profit Kft. Elsődleges célja az, hogy a Nyugat-Dunántúli régióban összefogja a helyi termék előállítókat, és közelebb hozzák egymáshoz a termelőket és a fogyasztókat. Az összejövetelen szó esett az Adj helyet a helyinek című mozgalomról is, melynek célja a helyi alapanyagból, helyi tudással és munkával előállított élelmiszerek és kézműipari termékek népszerűsítése. Ennek érdekében rendszeresen jelen vannak különböző vásárokon, termékkóstolókat szerveznek, segítve ezzel a helyi termelők piacra jutását. A fórumon többször is elhangzott, hogy a kihívások teljesítéséhez szükséges a kölcsönös bizalomra épülő együttműködés. Grünwald Stefánia, a Kemenes Vulkánpark igazgatója felhívta a jelenlévők figyelmét, hogy hamarosan lehetőség lesz arra, hogy a celldömölki és környékbeli őstermelők által készített minőségi termékek helyet kapjanak a látogatóközpontba tervezett shop polcain. Július 30-án köszöntötte a városvezetés Kis Kálmán celldömölki lakost a 90. születésnapja alkalmából. Fehér László polgármester és Szűcs Andrea aljegyző személyesen látogatott el otthonába, ahol kedves fogadtatásban volt részük. Június 30-án Fehér László polgármester és Szűcs Andrea aljegyző köszöntötte Kis Kálmán 90. születésnapján a város nevében. A Rákóczi utcában Kis Kálmán és lánya Katalin fogadta a látogatókat,
A polgármester egy üveg sákhegyi bort, Celdömölk kiskönyvet és Magyarország kormányának emléklapját adta át a 90 éves Kálmán bácsinak. Kis Kálmán 1923. július 31-én született Bobán, ahol gyermekkorát is töltötte. Ide járt általános iskolába, majd mezőgazdasági technikumot végzett Celdömölkön. 15 évesen már a Veszprémi Vasútnál tevékenykedett, több mint 2 évtizedet pedig Celdömölkön dolgozott. Eleinte a MÁV alkalmazottjaként, majd a járási tanács egyik szervénél, a népi ellenőrzésnél dolgozott 1957-től, és innét ment nyugdíjba 1984-ben. Kálmán bácsit jól ismerik a celdömölki lakosok. Lánya elmondta, hogy még most is gyakran elmegy boltba, vagy kisétál a piacra. Mindig sportos, vékony testalkata volt, bár különösebben nem sportolt, de foci meccset mindig szívesen néz. Kálmán bácsi elárulta, hogy a munkaérdemrend bronz, ezüst és arany fokozatával kitüntették, amit Budapesten a parlamentben vett át, valamint a munkásőrségtől is kapott kitüntetést. Több mint 2 hétig tartott a kánikula, a hőmérséklet rendszeresen 30-35 fok fölé kúszott a napokban. A nagy hőség alatt egyre többen keresték fel a strandokat. Ebben az időszakban elengedhetetlen volt a megfelelő védekezés az extrém forróság, illetve az erős UV-sugarak miatt. A hét valamennyi napján 30 fok fölé kúszott a hőmérő higanyszála, ezért országszerte elrendelték a hőségriadót. A kánikulai meleg kedvezőtlenül hat mindenkire, megviseli az ember szervezetét, ezért elengedhetetlen a megfelelő védekezés. Sajnos ilyenkor minden évben, de az idén tényleg különösen megemelkedett a riasztások száma a nagy meleg miatt. Azt tudnám javasolni, hogy lehetőség szerint délelőtt 10-11 órától délután 3-4 óráig ne tartózkodjanak a napon, minél többet legyenek hűs szobába. Én a hűs szobát nem csak hőmérsékletre értem, hanem sötétítsék be, és legalább 3-4 liter folyadékot ásványvízre, illetve kútvízre, csapvízre gondolok. Ha ásványvizet isznak, lehetőség szerint változtassák meg naponta, két naponta az ásványvíz minőségét, mert egészen más ásványanyagokat tartalmaz egy-egy típusú ilyen ásványvízes palack. Bárkinek okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen tüneteket, rosszul létet a kánikula, de vannak különösen veszélyeztetett csoportok, hiszen ilyenkor nőnek a szívpanaszok is. Különösen oda kell figyelni a csecsemők, illetve kisgyermekek folyadékpótlására, de leginkább az idősebb korosztály szenved a rekkenő hőségtől. Körülbelül 2 vagy 2-nél több hete tart ez a egetverő emberfeletti hőség. A legfontosabb tanácsom talán az lenne, abból állna, hogy 11-től 3-ig terjedő időszakban ne menjenek ki, maradjanak a légkondicionált, vagy csak ventilátorokkal hűtött lakásba, elsötétített lakásba. Minden ügyes bajos tennivalójukat 11-ig és 3 után intézzék. A második ugyancsak fontos tanácsom pedig az lenne, hogy minél több folyadékot fogyasszanak, ez a folyadék lehetőleg ásványvíz, szénsavmentes ásványvíz, vagy teje akár hideg, akár meleg formájában legyen. A riasztások nagyon sokszínűek ezekben a meleg napokban, de szinte mindegyik összefügg a hőséggel. Sok a napszúrás, sokan fürdőznek, a fertőtlenítő szeres vízből nyelnek, ezáltal torokfájásokkal jönnek, lázas állapotok is vannak, gastrointestinális, tehát emésztőrendszeri vírusokkal is tele van az ügyelet, meg a háziorvosi rendelők is. A napok óta tartó kánikulában egyre többen keresték fel a strandokat. A vulkángyógy és élményfürdőre is többen látogattak ki a hőség ideje alatt, hiszen a víz mellett könnyebb elviselni a forróságot. Ez az első alkalom, hogy kipróbáltuk ezt a celdömölki fürdőt. Eddig pozitív élményeink vannak. 1-2 napra jöttünk, és nagyon bízunk benne, hogy a közeljövőben is jó párszor vissza fogunk még ide jönni. Kellemes a hangulat, jók a medencék, magyarul jól érezzük magunkat. A gyerekek inkább a csúszdázást választják, mások az élménymedencében játszanak vagy napoznak.
Különösen kedvelt a strandszezon a fiatalok köreiben, akik több napot is fürdőzéssel töltenek el. Hogy érzed magad itt a fürdőn? Nagyon jól. És mit szoktál csinálni? Ugorni, úszni, labdázni, meg ilyenek. Kikkel szoktál kijönni? Anyámmal, mamával, papával. A héten péntek éjfélig rendelték el a hőségriadót. A hőmérséklet a délutáni órákban 40 fok fölé is emelkedett. Hűsítőül szolgált a Városgondnokság által felállított párakapu a posta előtti téren, az arrajárok felfissülhettek a hideg zuhatag alatt. Jövő héten viszont már fellélegezhet az emberi szervezet, hiszen egy hidegfront érkezésével megszűnik az extrém forróság. Július 26-án Dosztojevszki Bűn és bűnhődés című előadását tekinthették meg az érdeklődők a Soltis Lajos Színház előadó termében. A darabot a Telesterion Színház műhely és a Soltis Lajos Színház tagjai mutatták be egy kéthetes munkafolyamat után. Július 26-án pénteken színházi előadáson vehettek részt az érdeklődők, melynek a Soltis Lajos Színház kamaraterme adott otthont. Dosztojevszki Bűn és bűnhődés című regényét varázsolták színpadra a Telesterion Színházi műhely és a Soltis Lajos Színház tagjai. A két csoport éveken át látta egymás munkáit különböző fesztiválokon, idén viszont elkezdték a közös munkát. A foglalkozások július 15-én kezdődtek a Soltis Lajos Színházban, és két héten át tartottak. A több hetes munkafolyamat után elkészült a két csoport koprodukciós alkotása, melyet Komáromi Sándor, a Telesterion Színházi műhely vezetője adaptált színpadra. A rendező elárulta, hogy idén ünnepli a társulat megalakulásának 10. évfordulóját. A két színházi csoport keményen és szorgalmasan munkálkodott a tábor ideje alatt, hogy megelevedíthessék Dosztojevszki eszmeregényét. A közönség egy nyitóképre lépett be az előadóterembe, majd kezdetét vette a 90 perces előadás. A történet főszereplője egy szegény egyetemi hallgató, aki indulataitól vezérelve megöl egy uzsorás asszonyt, és próbálja meggyőzni magát, hogy bűne pozitív cselekedet lenne a társadalommal szemben. A színészek segítségével végigkövethette a közönség, hogy hogyan hatalmasodik el a főszereplő fölött bűntudata, amely megnyilvánul egyre őrültebb viselkedésében. Végül a bűnös feladja magát igaz szerelme kérésére, aki követi őt a szibériai munkatáborba. A darab nagy sikernek örvendett a nézők körében, az előadás után pedig beszélgetésre várták a hallgatóságot. Július végén került megrendezésre az országos driftbajnokság Bélkőhegyi futama. A Céldömölki Speed Drift Team csapata szoros mérkőzések után győztesként érhetett haza. Július végén került sor az országos driftbajnokság Bélkőhegyi futamára, melyet látványos csaták jellemeztek. A Céldömölki Speed Drift Team Smidelius Bálinttal a volánnál kiválóan szerepelt. A csapat először 2011-ben képviseltette magát egy amatőr versenyen. A drifting egészen az 1960-as évekig vezethető vissza Japánból ered, bármilyen hihetetlen is. Ott kezdték ezt igazából művelni. Majd jelenleg már olyan szinten tart, hogy az Egyesült Államokban van a csúcsa, úgymond, a Formula Drift, ahol igazából ez kiteljesedett teljesen, de Európában is rendkívül népszerű, nagyon felfeltörő. Magyarországon is pontosan ezért örvendek a népszerűségnek. Valahol ez ilyen középszinten van még Magyarországon. A drift lényege, hogy egy adott pályán, amit kijelölnek, azon a pályán abszolút és kizárólag lehetőség szerint persze keresztbe kell végrehajtani, csúsztatva,
És nyilván az a nyerő, aki ezt a leglátványosabban, a legnagyobb szögben tudja végrehajtani, és ez akkor jön elő, amikor mondjuk egy páros viadal van, és akkor jön meg igazából a látvány, mikor egymással két pilóta vív egy ilyen csatát. A csapat ezzel a sportággal 5 évvel ezelőtt ismerkedett meg, elmondásuk szerint mindig is autószerelmesek voltak, illetve szerettek megbütykölni ezt-azt. A Speed Drift Team abszolút vasmegyei versenycsapat, van köztük celldömölki, ostviasszonyfai, sárvári, illetve kőszegi csapattag is. Szeretem a kihívásokat, meg azt, hogy valamivel újdonság van. Nem volt Magyarországon akkor ennyire elterjedve ez, hogy ilyen oltári nagy motort építünk egy kis autóba, és az egyik barátommal megcsináltuk, és nagyon jól sikerült, és utána kezdtem el ebben a dologban jobban részt venni. Nagyon megtetszett a sport, és akkor ebből lett egy ilyen csapat, aki szerette a driftet, közben én is megszerettem, és 2011-ben az utolsó versenyre, októberben elmentünk, hogy akkor szerezzünk egy ilyen amatőr licencet, és hát nem tartózkodott a Bálint fél órát az amatőr pályán, ugye két pálya volt, egy amatőr meg egy profi pálya, és akkor fél óra múlva a sportbírók kizavarták, hogy légy szíves, fáradját a profi részlegre, mert ez nem adta kategóriád, és akkor októberben szerezett a Bálint egy profi licencet. És akkor gondolkoztunk erre, hogy akkor ezt most már jó lenne csapatszinten csinálni, és akkor induljunk el egy profi bajnokságban. Az országos drift bajnokságban Smidelius Bálint jelenleg a 6. helyen áll, aki már jól összeszokott versenyautójával. A modell egy teljesen egyedi, driftre átalakított BMW E30-as. A 4 literes V8-as kompresszoros motor körülbelül 400 lóerő leadására képes. Az autó átalakítását Celldömölkön a Kuti Customs műhelyében hajtották végre. Van 30 versenyző, ebből csinálnak egy top 24-et, tehát gyakorlatilag szólóba megy a pilóta, megcsinálja az adott kirakott pályát, és aki a top 24-be bejut, egy szintén szubjektív bírói pontozás alapján, szög, beérkezési sebesség, a kijelölt érintési pontoknak a megközelítése és a látvány ezeknek az összességéből. Csinálnak egy top 24-et, majd ez top 12, top 6 és így tovább. Általában különben a standard az egy top 16 szokott lenni, tehát annyira leszokták húzni, mert körülbelül egy ilyen 25 indulóra lehet számítani egy profi bajnokságban. Szerettünk volna javítani az autón erre a bélkői futamra, hiszen ez egy 12%-os lejtő végig, ami még nagyobb erőltetés, tehát nem egy sík terület, még nagyobb erőltetés az autónak. Tudtuk azt, hogy melegedési, tehát meleg időre számíthatunk, melegedési problémáink még vannak azért, amit most szeretnénk majd a következőre orvosolni, de hát akkor ez fennállt, és nagyon sok 2 napot szereltünk akkor egyfolytában. Illetve az előző Mária Pócsi versenyben egy üzemanyagellátási gond volt, azt is sikerült megjavítani, és mi is másfél órát aludtunk, és így indultunk egy bélkőre. Ez szintén nincs közel, tehát ami a bajunk meg az, hogy itt a környékben sajnos nem találunk egyszerűen versenyzési, vagy egyáltalán gyakorlási lehetőséget, mert ez a verseny helyszín is 400 km-re van Celldömölktől, illetve a legtöbb hely, ahova jár, vagy legtöbbször, ahova járunk, Mária Pócs, ez egy ilyen jó 500-as. Tehát azért egy ilyen kaliberű busszal, csapattal kell sajnos gumit vinnünk, tehát szerszámokat, egyebeket, mert nem tudjuk megkockáztatni azt, hogy 500 km-re elmegyünk, és ott valamit nem tudunk megoldani. Hála Isten, lekapom, meddig mindig minden technikai problémát ott a helyszínen orvosolni tudtunk. A csapat az utolsó mérkőzésen nem tudott részt venni, így a tavalyi évet a versenyzők a 18. helyen fejezték be, ahogy ezt az autón lévő rajtszámuk is mutatja. A bélkői futamon nem várt eredmény született, a folyamatos fejlesztések és fáradozások meghozták a sikeres eredményt. A verseny utolsó párbaján szoros csata alakult ki, de a bírák akkor Bálintot jobbnak látták, így a vasi alakulatot nyilvánították ki győztesnek. A következő verseny Mária Pócson lesz augusztus 22-e és 24-e között, ahol nemzetközi mezőnyben is összemérheti tudását a csapat, melynek tagjai Kuti László, Smidelius Bálint, Fáró László, Schweiger László és Töreki Bálint.
Másodszor állt rajtvonalhoz Eskütt Roland a celldömölki Ironman július 27-én a Nagyatádon megrendezett 24. Extrémmen versenyen. A hosszú távú triatlon versenyen tavalyi kiváló eredményén javítva, korosztályában a harmadikként ért célba, összesítettben pedig 17. lett. Csak nem negyed évszázada rendezik meg az extrém távú triatlonosok legrangosabb hazai eseményét, a nagyatádi Ironman versenyt. Eskütt Rolandról nem most hallunk először. A celldömölki sportoló tavaly először teljesítette élete első Ironmanjét. Roland idén ismét rajtvonalhoz állt. Óriási kitartással 40 percet sikerült lefaragnia a tavalyi idő eredményéből. Ez azt jelenti, hogy abszolútban 9 helyet javított, a 2012-es évben a 26. lett, idén pedig 17.-ként végzett. Korosztályában tavaly 6. lett, most pedig a dobogó 3. fokára állhatott fel. Az elsődleges célom az volt, hogy a tavalyi eredményeimet megjavítsam. Itt elsősorban időre gondolok, tehát a helyezés az mindig a többiektől függ. Én egy jobb időeredményt akartam elérni, és szerencsére ez sikerült is. Körülbelül 40 perccel javítottam meg a tavalyi időeredményemet. Elsősorban az volt a cél, hogy kerékpározásban és úszásban fejlődjek. Én ugyan úszó voltam, de a nyílt vízi úszás, a medencés úszás az nagyon-nagyon messze áll egymástól. Ez sikerült is, több mint 4 perccel gyorsabb voltam, mint az elmúlt évben. Illetve a kerékpáros időmön több mint 20 percet javítottam. A futásom is fejlődött, de ez a kettő volt az, ami meghatározta igazából a végeredményt ezen a versenyen. Az idei évben minden idők legnagyobb mezőnye állt rajthoz, több mint 550 egyéni versenyző vágott neki a nem mindennapi küzdelmeknek. Roland szeptembertől kezdve edzője segítségével tudatosan készült a triatlon versenyre, heti 15-16, néha 20 órát is edzett. Az irdatlan távok teljesítéséhez fizikailag és szellemileg is fitten kellett lenni. Úszással kezdünk, ami szerencsés sokaknak. Én viszonylag jól úszom így a mezőnyben, de azt jelenti, hogy eléggé az elején jöttem ki. Az úszás az egy bányatóban van, a legkellemesebb része volt az egész versenynek. Egy 26 fokos vízben úsztunk, kristálytiszta volt. Szóval én megmondom őszintén, azt kívántam, hogy soha ne legyen vége. Annyira jól éreztem magam. Utána jött a kerékpározás, ami még mindig jó, mert igaz, hogy 5 órát töltök a kerékpáron, de ott legalább a szél az hűt valamennyire. És aztán utána pedig jön a futás. Megszabadulunk a kerékpártól, és akkor egy maraton még vár ránk. Az időjárás hű volt a sportesemény nevéhez, a versenyzőknek extrém hőségben kellett teljesíteniük a 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és a több mint 40 km futásból álló Ironman távot. Ez komoly próbára tette a sportolókat. Az időjárás az, amit nem tudunk befolyásolni, az amióta július végén van a verseny, azóta pokol. A tavalyi évben is iszonyatosan meleg volt, itt a verseny előtt, az idei verseny előtt 2 héttel mondták, hogy fú, micsoda jó időnk lesz, meg lesz 20 fok, meg 21-2 fok és szélcsend. Hát ehhez képest volt 40 fok, szél mondjuk nem volt, de talán még jobb is lett volna, hogyha fúj egy picikét a szél. Ami nagyon-nagyon rosszul esett, az olyan 30 km környékén a futásnál, addig azt mondom, hogy addig nagyon-nagyon jól is ment. De ennek a versenynek az alfája meg az omegája az a frissítés, tehát hogy mit pótolunk vissza. Itt ezen a versenyen mindenki a profitól a teljesen amatőrig körülbelül egy ilyen verseny alatt 10.000 kilokalória energiát használ el. Ez így arányaiban, vagy pedig összehasonlításképpen egy átlagember naponta olyan 2000-2500-at. Na most én egy verseny alatt felhasználom ennek a négyszeresét, ezt képtelenség visszapótolni. Tehát ennyit nem, de ez olyan, mintha az ember meginna körülbelül 20 liter tejet. Tehát ennyit nem lehet visszapótolni a verseny alatt sem, ezért nagyon sokat veszítünk, mind folyadékban, mind testzsírban, akinek még van, meg súlyban. Az nyer, aki jobban vissza tudja ezt pótolni. Én nekem egészen addig nagyon-nagyon jól sikerült, aztán az utolsó 3 körre, itt kicsit 4,5 kilométeres körök voltak a futásnál úgy nagyjából, az utolsó 3 kör az már úgy annyira nem sikerült. És ott igazából ott csúsztam vissza a dobogón a harmadik helyre, addig második helyen voltam, és így esélyem volt arra, hogy megnyerem a versenyt. Ott a sajnos elment, a többiek ügyesebbek voltak. A verseny követő második héten Roland ismét edzésbe állt. Nem sok ideje van a pihenésre, hiszen újabb megmérettetések várnak rá. Augusztus végén a Balatonon, szeptemberben Horvátországban száll versenybe a celldömölki Ironman, évvégén pedig Olaszországban fut egy maratontávot. A hosszú távú cél az, hogy 2014-ben kijusson az Ironman világbajnokságra.
Open City Solarium. Mi megteremtjük a napot. Kedves kiszolgálás, rugalmas nyitvatartás. Csúcskategóriás gépekkel állunk rendelkezésére. Megbízhatóság, elegancia, diszkréció. Klíma és aromaterápiás vízpermek. Nálunk a barnulás mindennapos dolog. Folyamatos akció. Sun City Solarium. Mi megteremtjük a napot. Természetgyógyászati, terápiás és diagnosztikai orvoscentrum Sárváron. Az orvoscentrum vezető orvosa, dr. Szepesi Péter szakorvos, természetgyógyász és homeopata orvos, 10 éves homeopátiás orvosi praxissal és 3 éves németországi klinikai tapasztalattal szeretettel várja betegeit. Kezelési területei: gyermek és felnőtt allergia, felső és alsó légúti betegségek, emésztőszervi panaszok, fejfájás és migrén, akut és krónikus fájdalmak, nőgyógyászati problémák, terheseknél magzatfejlődést támogató program, reumatológiai betegségek, autoimmun betegségek, autisztikus zavarok, rákbetegek immunrendszeri háttértámogatása, lelki problémák és betegségek homeopszichológiai kezelése. Szeretettel várjuk gyógyulni kívánó betegeinket Sárváron a Kassa utca 6-os szám alatt. Kedves nézőink, hírmagazinunk véget ért, megköszönöm figyelmüket. Adásunkat a mai nap folyamán többször megismételjük. A TVCEL műsorairól továbbra is képújságunk oldalain, illetve a képernyő alján futó információs csíkról értesülhetnek. Internetes honlapunkon a műsorrendünk mellett korábbi hírmagazinjainkat is megtekinthetik. A viszontlátásra!